Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Nemzetiségek képviselet, egyházi ügyek. Pécsen járt a szakállamtitkár. Lénauház. Egy év építkezés után átadták az épületet. Késekkel raboltak ki idős nőket Komlón. Az egyik vádlott még csak 16 éves. Magyarország legnagyobb iskola szövetkezete 35 éves. Évfordulót ünnepelt a Melódiák dél. Vannak viták, de ezek előre visznek. A baj akkor van, amikor ezek elfajulnak. Sajnos erre is volt példa, mondta a nemzetiségi önkormányzatok megalakulásával kapcsolatban az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Soltész Miklós a felújított Lénauház átadóján beszélt erről stábunknak. A politikussal készült hosszabb beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. A júniusi választáson a nemzetiségi önkormányzatok összetételéről is szavaztak hazánkban. Erről, illetve a most alakuló testületekről is kérdeztük Soltész Miklós államtitkárt csütörtöki pécsi látogatásán. Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős politikus elmondta, az a tapasztalata, hogy vannak viták, eltérő vélemények egy-egy nemzetiségen belül. Ez nem baj, mert ez építő lehet, de megtapasztalta azt is, hogy mennyire ártalmas, ha eldurvulnak ezek a viták. Átcsapadott esetben gyűlölködésbe vagy olyan szintre, amikor már nem is beszélnek egymással nemzetiségen belüli vezetők, meghatározó személyiségek, az nagyon nagy baj, mert az olyan szintig elmérgesíti a kapcsolatot, ami egyébként kihat az egész nemzetiségre, és bizonyos szempontból kihat a kormány és az adott nemzetiség közötti kapcsolatra. Most példaként vagy rossz példaként, remélem, hogy ez nem folytatódik ez a szokás, de mondjuk, hogyha a roma nemzetiséget nézzük, akik addig vitatkoztak egymással, még szószólót sem tudtak a magyar parlamentbe küldeni ebben a ciklusban, miközben a lehetőségük megvolt, miközben a szószólóknak a jelenléte kiemelten fontos a Magyarország gyűlésben. Természetesen vannak jó példák, amit mindenkinek követnie kellene, a saját nemzetiségi közössége érdekeit nézve. Tudunk nagyszerűen együtt dolgozni, és erre nagyon jó példa pont a németség, hogyha itt vagyunk Baranya vagy Tolna vármegyében, ugyanígy a szerbek, a horvátok, nagyszerű példa volt erre, hiszen az elmúlt évtizedek során nagyon szépen tudtak együtt működni, egymással is, és velünk is, mint kormánnyal, vagy pedig a helyi közhatalommal. És ilyenkor újulnak meg ezek a házak. Ilyenkor épül iskola, vagy újul meg iskola épület, és ilyenkor tudjuk a civil szervezeteket támogatni. Azok, akik valamilyen oknál fogva összevesznek, nem tudnak elszámolni, nem tudnak a saját dolgaikra koncentrálni, hát ott bűn követnek el saját nemzetiségükkel, közösségükkel szemben. A nemrég kirobbant egyházi botrányról is kérdeztük az államtitkárt. Soltész Miklós azt mondta, emberek vagyunk, így az egyház szolgálatában állók között is van, aki bűnös életet él. Erről beszélni kell, nem pedig a szőnyeg alá söpörni. Az a feladata szerintem egyházaknak és egyházban élőknek, nem beleszólva nyilván állami oldalról, hogy azokat a bűnöket, amelyek előfordulnak, ezeket levessék, kivessék magukból, amennyire lehet. De azért az mégiscsak furcsa, hogy azok dobálják nem is a köveket, hanem sokkal inkább már sziklákat az egyházakra, akik egyébként a saját média felületükön, a saját világukban egy olyan élet szemléletet közvetítenek, amely a teremtett világtól teljesen távol áll, vagy inkább a 180 fokkal szembe fordul. Nem csak a mai vadliberális közeg támadja a hitet, a közösséget, a keresztény egyház születése óta ki van téve ennek, mondja politikus. Ha támadások érik is az egyházakat, megszokták az egyházakat az elmúlt évszázadok során, volt, amikor teljesen akarták, hogy a kommunizmus alatt pusztítani mégsem sikerült. Ezek a támadások, én azt gondolom, hogy meg kell, hogy erősítsék az egyházakat és az egyházainkat abban a tekintetben, hogy ami rossz, azt vessék le magukról, ami bűn,
azt vessék ki magukból, és a legfontosabbra koncentráljanak, az a hit, illetve a közösségeknek a szolgálata. A gyógyításban, a szociális területen ma is nagy munkát végeznek az egyházak, azonban erről keveset beszélnek a kritikusok, és nem ez alapján ítélik meg őket, mondja az államtitkár. A Soltész Miklóssal készült beszélgetést Kerekasztal című műsorunkban láthatják. Ünnepélyes keretek között átadták a Lénau házat Pécsen. Az építkezés egy év alatt lezajlott, az épület külseje és belseje is teljesen megújult. A Német Nemzetiségi Egyesület székháza szállást és konferenciatermeket is biztosít, amellett, hogy különböző kulturális programok helyszíneként is funkcionál. A felújításokat a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata támogatta. A Lénau ház a Magyarországi Németek Dél-Magyarországi Régiós Kulturális Központja, valamint a német nyelv és kultúra közvetítője. Az egyesület 1985. októberében alakult, és Magyarországon az első független német szervezet volt a II. Világháború után. Az épületet tavaly kezdték el felújítani, és most adták át hivatalosan, korszerű külsővel és belsővel. Ezt a terhet, ezt az Országos Német Önkormányzat vállalta magára, és azáltal, hogy ők egy jelentős összeggel a miniszterelnökség támogatásával ezt fel tudták újítani, ezáltal a tulajdon viszonyok is megváltoztak. Tehát ugye volt egy szerződés, ezt egyébként a Lénau Egyesület tagsága megszavazta, hogy a tulajdonjog az az Országos Német Önkormányzathoz került, viszont az kvázi üzemeltető továbbra is a Lénau Egyesület lesz. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a beszédében is kiemelte a nemzetiségi identitás életben tartásának fontosságát. Az ilyen felújítások nagyban hozzájárulnak az adott közösség megerősítéséhez, mivel helyszínt biztosítanak különböző programoknak, rendezvényeknek. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, akkor lehet látni azt, hogy német közösség Magyarországon mennyi mindent épített, kultúrájával mennyire gazdagította ezt az országot és nemzetet, és hozzáteszem, hogy vallásában, hitében is mennyire megőrizte azt, amire olyan nagy szüksége van a mostani Európának is, és Magyarországnak is. És amikor egy ilyen beruházást támogatunk, tulajdonképp ezt a törekvést becsüljük meg, és köszönjük meg. A Lénau ház most már több főt is képes elszállás, és konferenciatermeket is biztosít igény szerint. Az egyesület mellett többek között a Pécsi Német Önkormányzat regionális irodája is itt székel. Rövid híreink következnek. Törvény javaslatot nyújt be a modellváltó egyetemek kuratóriumainak működéséről szóló szabályozás módosítására a Kulturális és Innovációs Minisztérium, közölte a tárca az MTI-vel. Ennek legfontosabb indokaként azt írták, azért, hogy megszűnjön végre az Erasmusból és Horizonból kizárt modellváltó egyetemek diákjainak, kutatóinak diszkriminációja. A javaslatból kitűnik az is, hogy mások mellett Pécsen is komoly változásra készület a kuratórium. Szezonzáró motoros gurulását idén is megtartja a Dél-Dunántúli Motoros Egyesület. Az eseményt október 19-én 12 órától rendezik meg a pécsi Széchenyi térről indulva. A főtérre csak észak felől lehet bejönni. A téren a polgárőrség és a rendőrség is vigyáz majd a rendre. A motorosok a Széchenyi térről indulva hatósági biztosítás mellett gurulnak egyet a városban, majd tovább rendőri felvezetéssel az 58-as úton Villány főterére érkeznek. Idős nőkre támadtak, késsel fenyegették őket, hogy adják át értékeiket. Az ügyészség most emelt vádat a komlói férfiak ellen, egyikük még csak 16 éves. A rablókra több éves büntetést szabhat ki a komlói járásbíróság. Szirénázó autóval indult a Komlóra a rendőrök, hogy két rablót fogjanak el. Ők készítették ezt a felvételt még január végén. A pécsi járásügyészség most emelt vádat a két férfi ellen. A vádirat szerint a két vádlott férfi, egyikük 23, másikuk 16 éves, 2024. januárjában két rablást követtek el Komlón. Az elsőt január 5-én az esti órákban úgy készültek erre a cselekményre, hogy fekete ruhába öltöztek, a fejükre kapucnit, arcuk elé maszkot húztak, és késekkel szerelkeztek fel. Az utcán szemelték ki maguknak a járókelő sértettet, egy idős hölgyet, akit felszólítottak arra, hogy a táskáját pakolják.
szolgálja ki. Az idős sértett nem tett eleget ennek a felszólításnak, ekkor a vádlottak késekkel a kezükben közrefogták, fenyegették, letépték a táskáját, majd ellökték az idős hölgyet. A földön fekvő kiabáló sértettet az idősebb vádlott megöléssel fenyegette, miközben a kést az idős nő nyakához tette. A vádlottak laptopot, élelmiszereket és készpénzt zsákmányoltak, és magukkal vitték a sértett okiratait és bankkártyáit is. Két héttel később újra rabolni mentek, ugyanúgy fekete ruhában, maszkban, késekkel felszerelkezve. Ekkor is az esti órákban az utcán hazafelé tartó idős nőt támadtak meg. A sértettet felszólították arra, hogy álljon meg és forduljon meg. Ennek azonban ő nem tett eleget. Ezért a vádlottak követni kezdték, hamarosan utolérték és felszólították értékei átadására. Amikor utolérték, az idős hölgy megfordult, és látva a vádlottak öltözetét, fenyegető fellépését, annak hatására átadta a pénztárcáját benne okmányaival és bankkártyájával. Ezután a vádlottak közrefogták a sértettet, kezükben kést tartva felhívták arra, hogy további értékeket, karórát, aranyékszert is adjon át nekik. A sértett a fenyegető fellépés hatására átadta a karóráját is a vádlottaknak, majd miután az egyik vádlott a sértett hasához szorította a kését, átadta a mobiltelefonját is. Az első sértettől közel 200 ezer forintnyi értéket, a másodiktól közel 100 ezer forintnyi értéket vettek el a vádlottak. A cselekményük két rendbeli felfegyverkezve elkövetett rablás büntettének, két rendbeli okirattal visszaélés vétségének és két rendbeli készpénz helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés vétségének a megállapítására alkalmas. A minősített rablás büntetési tétele 5 évtől 10 évig terjedő szabadságvesztés. Mindkét vádlott letartóztatásban van, büntetőjogi felelősségükről a Komlói járásbíróság fog dönteni. Az ügyészség mindkét vádlott esetében tett mértékes indítványt arra az esetre, ha az előkészítő ülésen beismerik bűnösségüket. Ez a felnőttkorú férfinál 6 év fegyház, a fiatalkorúnál pedig 3 év fiatalkorúak börtöne lenne. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. 30 éves a Misina Természet és Állatvédő Egyesület. Tekintettel a rossz időjárási viszonyokra a csütörtöki programokat szombaton tartják meg. Pénteken 1 órától Sétáló Állatotthon címmel rendeznek programot, majd szombaton egy fotókiállítás nyílik délelőtt, amikor is a 30 év történetét mesélik el képekben. Lesz örökbefogadott kutyák találkozója, állatsimogató, lovas bemutató, valamint gazdákra váró kutyák bemutatása. Az ingyenes gyermeklovagoltatás sem maradhat el, melyet a lovardában tartanak. Bővebb információ az Egyesület honlapján olvasható. Népszerű előadók koncertjeivel, család- és hagyományőrző programokkal, szüreti felvonulással és újborral várják az érdeklődőket az idei 36. Villányi Vörösbor Fesztiválon október 4-e és 6-a között, közölték a szervezők. Többek között bemutatkoznak a borrendek, vadfőzőversenyt és vadételkóstoltatást tartanak, pincesétákat, pincelátogatásokat rendeznek és lesz ünnepélyes hordócsapolás is. A rendezvényről bővebben a fesztivál honlapján lehet tájékozódni. Az idei Gesztenyeliget Fesztivál október 4-én és 5-én várja a kikapcsolódni vágyókat a Pécsbányai Közösségi Házban és annak udvarán. Pénteken művészeti felvezető délután lesz, szombaton családi nap. A játszókert avató, táncművészet, PMD koncert és számos kísérő programok szórakoztatja majd az egybegyűlteket. Így például többek között lehetőség lesz fotózkodásra, kézműveskedésre, de lehet majd szénabálát gurítani és madárodót készíteni is. Megalakulásától kezdve Magyarország legnagyobb iskola szövetkezete a Melódiák Dél, mely idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját. Az ünnepségnek és a dísztábla avatásnak a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi kara adott otthont. A megemlékezés alkalmával az Oktoberfestet is támogatta a cég.
A 35 év alatt több ezer diáknak sikerül dolgoznia a Melódiák Dél közvetítése során. Van olyan is, aki a korábban szerzett tapasztalatnak, munkakapcsolatnak köszönheti jelenlegi munkáját. Nezdei Noel utolsó fél évét tölti a Pécsi Közgázon. Az iskola szövetkezetnek köszönheti munkáját. Jelenleg irodában dolgozik, azonban lehetősége lesz projektmenedzseri állásra is. Nekem már sikerült a szövetkezetnél dolgoznom, vagy hát azáltal munkához jutnom, és én a jelenlegi munkahelyemen ott dolgozok, amit ők szereztek nekem, és én úgy gondolom, hogy ott például kiteljesedhetek, és számomra amúgy megfelelő, amit tényleg tudtak nyújtani, és így megtaláltuk a kapcsolódást, hogy ők mit tudnak nyújtani, és hogy én mit kívánok. A Melódiák Dél elhivatottnak érzi magát, hogy továbbra is támogassa az egyetemi hallgatói közösséget. Ezért együttműködnek a PTE Közgazdaságtudományi Kar hallgatói önkormányzatával, és a Pécsi Közgáz Októberfestet támogatják, amelyet szintén ezen a napon rendeztek meg a kampuszon. Egy remek jó iskolává nőtte ki magát a Melódiák, hiszen az elmúlt 35 évben rengeteg olyan cégvezetőt és szakembert adtunk a gazdaságnak, akik itt tették meg az első lépéseiket, akár a partnercégeinknél dolgoztak, akár a szervezeten belül. És hát nyugodtan mondhatom, hogy az első pillanattól, mióta a Melódiák megalakult, Magyarországon mi vagyunk a piacvezetők, a legnagyobb iskola szövetkezet országosan. Még a mai napig is dupla akkora forgalmat, volumen tudunk bonyolítani, mint a minket követő második. És az a mi információnk, hogy egy kicsit unikum is ez az iskola szövetkezet, vagy hungarikum, inkább így mondom, hiszen az egész világban egyedülállóan mi tudunk ekkora tömeget, ennyi diákot megmozgatni a munkavilágában szervezetten. És amit mindig kiemelünk, hogy így biztosan garantált a jogszerű és biztos, jogszerű munkavégzés és biztosított a fizetés, ha valaki velünk dolgozik. A nap folyamán egy dísztáblát is avattak a Pécsi Tudomány Egyetem Közgazdaságtudományi Karán, ahonnan a Melódiák Dél útja 35 évvel ezelőtt elindult. A hallgatói események során a diákok megismerhetik egymást, tapasztalatokat cserélhetnek, amelyek akár sikeres vállalkozásokhoz és hosszú távú munkakapcsolatokhoz is vezethetnek. Így kezdődött annak idején a Melódiák Dél története is. A régió híreivel folytatjuk. Megtartott a Dombóvárváros önkormányzatának képviselő testülete a 2019-2024-es önkormányzati ciklus záró ülését. Fontos napirendi pontokról tárgyaltak, többek között a vízközmű fejlesztéséről, illetve a buszjegyek díjáról. Szeptember 27-én tartott a Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete a ciklus utolsó ülését. A munka nem áll meg, folytatódik tovább. Költségvetésünket tárgyaltuk újra, megpróbáltuk azokat a mozgásokat átvezetni és levezetni benne, amelyek hát a gazdasági események vonzottak maga után. Azt gondolom, ez egy többoldalas anyag volt, de nyilván az utolsó sor a legfontosabb. Kiadásbevételünk egyensúlya megvan, és azt gondolom, hogy október 1-től az új képviselőtestület ugyanígy ezzel a biztonságos háttérrel haladtat tovább. Az ülése rendkívül fontos napirendi pontokat tárgyaltak. DRV ZRT-nek hallgattuk meg a beszámolóját ivóvíz és csatorna üzemeltetés tárgyában. Ez a napirendi pont évről évre visszatér, de azt gondolom, hogy ebben nem sok örömet elég senkinek, hiszen egy olyan elavult rendszert üzemeltette a DRV, amelynek a rekonstrukciója ott kopogtat az ajtóba és mindennapos beavatkozást igényelne. Nagyon remélem, hogy az elkövető időszakban hálózat rekonstrukciójára megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek ez megvalósítható. Nyilván hidegben, nyáron, szárazságban rengeteg csőtörés jellemezte az idei évet. Nyilván azt gondolom, hogy erre valami végleges megoldást kell keresni. Szerény mértékű kiigazítást végeztek a buszbérletek tekintetében is. Felülvizsgáltuk az autóbuszos közlekedésnek a díjtételeit. Ez természetesen nem mindenki számára feltétlenül egy kedvező, pozitív hír, de azt gondolom, hogy ennek már pont itt volt az ideje, hiszen 5 éven keresztül erre nem került sor. Eddig Dombármegy helyi járatú buszjegyára 200 forint volt, ezt most január 1-en fel szeretnénk emelni 300 forintra. Pintér Szilárd hozzátette, nagyon örül neki, hogy megnőtt az utasforgalom a tömegközlekedési eszközökön.
Szemerei Levente befutott az európai élmezőnybe. A Szekszárdi Sportközpont atlétája megdöntötte a 31 évvel ezelőtt felállított országos rekordot, és ezzel az eredménnyel megnyerte a Varsó maratont. A 24 éves szedresi hosszú távfutó Szemerei Levente 2 óra 10 perc 43 másodperc alatt teljesítette a maratoni távot, ezzel Szűcs Csaba több mint 30 éves 2 óra 12 perc 10 másodperces rekordját múlta felül. Varsóba sikerült megnyernem már a második éve a maratont, a 46. varsói maratont. Idén tavaly egyéni csúccsal nyert, aminek nagyon örültem, de a tavalyi időmből sikerült közel 4,5 percet, majdnem 5 percet lefaragnom, és ezzel megdöntöttem a 31 éves országos csúcsot. A Szekszárdi Sportközpont sportolója a naptárát a következő olimpiáig már betervezte. 2028-as Los Angeles-i olimpia az nagyon ki van tűzve nálam a falra, és majd még jövőre lesz, a 2025-ben lesz atlétikai világbajnokság Tokióban, Japánban. Azt van megtervezve, hogy majd ki szeretnék rájutni, és lesz majd európai utcai futó Európa bajnokság Belgiumban, és az majd áprilisban lesz, és szerintem, ha jól tudom, akkor megfutottam már a kvalifikációs szintet, úgyhogy lehet, hogy ott már résztvevő leszek. Szemerei Levente szerint eredményeinek titka a szedres és környékének nyugalma és a szép környezet, ami körülveszi. Megkezdődtek az őszi lehalászások és haltelepítések a Balatonnál. A Halgazdálkodási Társaság 3 nyaras pontyokat juttat el a tó mindhárom medencéjébe. Az előnevelt kopoltyúsokat az Irma-pusztai tógazdaságból termelik ki, és víztartályos kamionokkal jutatják el későbbi élőhelyükre a Balatonba. Áramnyaras pontyok kerültek a merítőhálókba, hogy megkezdjék útjukat végső élőhelyükre, a Balatonba. A nyári hőség és aszály a haltermeléssel foglalkozó szakembereket is próbára tette. Tavasz jól indult, volt kellő mennyiségű csapadék, a tavakat fel tudtuk tölteni, azonban június végén ez megfordult, és a július-augusztus az nagyon, nagyon aszályos hőhullámokkal erősen szabdalt volt, és nagyon sok víz elpárolgott a halas tavainkból. Nyilván a víz az alapvető termelési közegünk, hogy úgy mondjam, víz nélkül nem tudunk halat termelni. Ez hatással van azért az állomány növekedésre is. Voltak olyan tavaink, amik vízszintje kritikusan lecsökkent, és ezért le kellett halásznunk őket. Abból a halat értékesítettük, vagy áthelyeztük másik tóba, hogy tovább növekedjen, ez a korosztálytól függött. Azt kell mondjam, igazából szerencsénk volt, az elmúlt években jól fölkészültünk erre a szélsőséges időjárásra, nagyon sok levegőt, agregátort vásároltunk, szükség szerint üzemeltettük ezeket a halastavakon, és hát nagyon odafigyeltünk a vízminőségre, hogy az ne forduljon káros irányba. A szélsőséges időjárás okozta károk megelőzésére a társaságnál az a döntés született, hogy inkább kevesebb halat termelnek ki adott vízterületről, így több hozam lesz a természetes táplálékon. Ezáltal ugyan nem használjuk ki a tavakban rejlő maximális potenciált, egy sokkal visszafogottabb termelést valósítunk meg, de a kisebb darabszám a vizekben azt jelenti, hogy ezekben a kritikus időszakokban, amikor lecsökken a vízszint és kevesebb az oldott oxigén, vagy akár szélsőségesen 30 fok fölötti a vízhőmérséklet, jobban átvészel a tóban levő halállomány. Ez persze nem jelenti azt, hogy a társaság ne tudna eleget tenni mindenkori kötelezettségének, ami az éves haltelepítéseket illeti. A héten megkezdődött és folyamatos az őszi telepítés. Az ősz folyamán a Balaton mindhárom medencéjébe egyenlő arányban igyekszünk pontyot juttatni. Az éves 300 tonnás kötelezettségünknél három felé a három medencébe egyenlően osztjuk szét ezt a halat. Ahogy mondtam, december közepéig zajlanak majd ezek a munkák. A ponty mellett sülőt is telepítünk. Sülőből eddig idén betelepítettünk már 1700 kilót,
ebből 6000 kiló az éves kötelezettségünk, de ezt igyekszünk túlhaladni. Tavaly évben például rekordévünk volt sülőtelepítés tekintetében, nekünk is jó termésünk volt, és a piacról is sikerült beszereznünk még sülőt, és több mint 13 tonnát, tehát több mint a dupláját telepítettük a kötelezettségünknek. Idén, ha ennyit nem is, de mindenképpen szeretnénk meghaladni a minimum penzumot. Az éves telepítési kötelezettség nagy hányada most az őszi-téli időszakban kerül be a Balatonba. Ilyenkor van a betakarítás, a produktumnak valamikor be kell érnie, és a tenyész időszak ugye az a tavaszi felmelegedésektől mostanáig tart, ilyenkor nő a hal. Persze évközben is vannak ritkító halászatok, tehát idén tavasszal és nyár folyamán is telepítettünk már pontyot, eddig 44 tonnán állunk, de ez is mutatja az arány, hogy a 300-ból még csak 44-et tettünk be, és a felmaradó nagyobb hányad az karácsonyi tartó időszaknak a munkája lesz. A horgászok, mint mindig, most is figyelemmel kísérhetik a telepítéseket. Azt, hogy adott napon hol várhatók ilyen munkálatok, a társaság honlapján is nyomon követhetik. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Nemzetiségek képviselet, egyházi ügyek. Pécsen járt a szakállamtitkár. Lénauház. Egy év építkezés után átadták az épületet. Késekkel raboltak ki idős nőket Komlón. Az egyik vádlott még csak 16 éves. Magyarország legnagyobb iskola szövetkezete 35 éves. Évfordulót ünnepelt a Melódiák dél. Pénteken délfelől újabb kiadós csapadék hullám vonul át esővel, záporokkal, néhol egy-egy zivatarral. Délutánra délnyugat felől már csökken a csapadék valószínűsége, estére a legtöbb helyen megszűnik az eső, csak északon eshet még. Élénk a Dunántúlon és helyenként északkeleten erős, nyugaton néhol viharos lesz az északi, északkeleti szél. Délelőtt 15-16, délután 14-16 fokot mérhetünk. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!